Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. A Lions Club Sopron idén nyáron valami olyasmivel készül, amire tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy mostanság biztosan nem volt példa. Hogy mi is ez, ebben segít nekünk Nagy Tamás, a Lions Club Sopron alelnöke eligazodni, aki sok szeretettel köszöntök. Igen, valóban erre az eseményre, ebbe a Lenkvillába több mint 100 éve nem került sor, hiszen a Lenkvillát, a Lenk család, aki egy gazdag borkereskedő volt, arra építette, hogy egy nagy polgári rendezvényhely legyen. Aztán történelmén még annyi 3 év múlva sajnos elhunyt a tulajdonos, a gyermekek pedig tőzsdén eltőzsdézték az egész vagyont, és így a Lenkvillát bérbe adták, kevesen tudják, hogy a Dán királynak éppen. Mivel a Dán király családja, lánya és annak férje itt Sopron mellett katonáskodott, és 10 évig a Dán király bérelte a lányának és családjának ezt a gyönyörű villát. 1927-ig a jelenlegi Csatkai utcát 8. Frigyes Dán királyról neveztették el, és annyit még előjáróba, hogy mi fel is kerestük a Girai házat. Hát a Covid-ra való tekintettel azt mondták, jövőre eljönnek, hogyha még lesz még egy ilyen rendezvény, akkor egy közös emléktáblával megemlékezünk a történelmi eseményről. Tehát menjünk... Igen, nézzük meg, hogy mi is lesz ez az esemény, most valószínűleg felkeltettük a nézőink érdeklődését, hiszen itt egy korzó fog kialakulni. Egy sétálós időutazásra hívjuk a támogatókat, azokat a támogatókat, akik ezúton is segítenek minket, a Lions Clubot arra, hogy az elmaradt bevételeinket, hiszen a bált már tavaly se tudtuk, virtuálisan sikerült csak megrendeznünk. Csökkentett bevételünk volt a borárosításból is télen, és mertünk nagyot álmodni, hogyha már van egy ilyen gyönyörűen felújított épülete a városnak, talán kevesen is látták, mert bezárt a pandémia után a múzeum, hogy ismertessük meg a házat, ismertessük meg a Lions-t, jótékonykodjunk és érezzük magunkat abba az időszakban, amikor a Lenk megépítette ezt a villát, tehát a századfordulóba, boldog békeidőkbe. Ez úgy fog kinézni ez a rendezvény, hogy 6 órakor lesz a Lenkvillában a kaponyítás. Ez jövő hét szombat, ugye? Július 3-án 18 órakor lesz a kaponyítás, ahol a Brass Brothers együttes fogja fogadni az udvaron egy koncerttel az érkezőket, és korabeli verkliszó is színesíti a rendezvény megnyitóját, ahol egy pezsgős fogadással fogjuk fogadni a érkező vendégeket, és korabeli fotósnak beöltözött ember pedig fotózza a vendégeket, akik megérkeztek a két gyönyörű kőoroszlán mellett, amelyik a Lions Clubunknak a jelképe is. Savanyú Gergő művész úr vállalta, hogy a komornyik szerepét ellátja ezen a rendezvényen, úgyhogy ő is fogja emelni az színvonalát. 19 órakor lesz egy ünnepélyes megnyitó, ahol röviden a Lions tisztségviselők, az alelnökből elnök, a taktársakból jövő évi alelnököt megválasztottuk, és őnek lesz a láncátadás és egy rövid kis ünnepség. Polgármester urat is megkérjük, hogy egy kis beszédével köszöntse a jelenlevőket, és 7 órakor van ez a megnyitó, és utána pedig színes rendezvények lesznek különböző helyszíneken. Felhívjuk a hölgyek figyelmét, hogy nagyon-nagyon körömcipőben eljöjjenek, hiszen az udvaron kavics, fű van, meg a belső helyiségekben is lesznek programok, ugyanakkor elegáns, korhűnek megfelelő ruházatot várunk el. Aki korhűnek megfelelő jelmezben vagy ruházatban jön, azokat külön fogjuk díjazni, hogy adjuk vissza a boldog békeidőknek a hangulatát. Tehát nézzük még, milyen programok lesznek. Bent a gyönyörű ebédlőteremben a Sopron Balett duó fog fellépni 8 órakor, utána azonnal az időjárás engedés, nem lesz nagy szélvihar, akkor légtornászok lesznek kint az udvaron, és a fantasztikus téli kertben pedig Váradi Albert és Kutasi Helena századfordulós boldog békeidős dalokat fog énekelni zongora kíséret mellett. Aztán 8 órakor jön a ételfogyasztás, amit Sopron vendéglői 50-50-50 szendvicset ajánlottak fel, tehát ilyen 5-600 szendvics lesz, amiből lehet falatozgatni a kedves jelenlevőknek. Ez tulajdonképpen a Lions bálok mintájára fog történni? Hát kimondottan nem bál. Ez egy jótékonyságú rendezvény. Mondom, hogy egy sétálós bál, hogy így nevezzük, tánc nem lesz, tehát tánc lehetőség nem lesz, de egy nagyon színes programok lesznek. Szakvezetéssel fél óránként a múzeumot is meg lehet nézni 8-10 fős csoportokban, lesz egy kisfilmvetítés a korabeli Sopron képeiről, kisfilmeiről. Ugye apropó a 100 éves népszavazás is, a 100 éves Lions is, és a soproni Lions 30 éves jubileuma, tehát erre fűzzük fel ezt az egész rendezvényt. Azon belül a kisfilmvetítésen kívül még a piac téren Jósnő várja a kedves vendégeket, megtudhatják a jövőt a múltban. Igen, igen, valószínűleg mindenkinek az lesz a kérdés, hogy mikor ér véget a vírus. Igen, reméljük, hogy a kártyák ezt megmutatják. És az udvaron pedig a korabeli 10 leghíresebb soproni családot mutatjuk be, hiszen ők is a Lenk családnak a meghívottai lehettek 1800-as évek végén. Valamint van egy csodálatos borpincéje a Lenkvillának. Az udvaron, hogyha arra sétálnak, a Deák térre látni egy ilyen nagyobb kiemelkedést, dombocskát, és az alatt van egy fantasztikus borpince, ahol borkóstolóval, soproni borászok felajánlásával szakember fog egy borkóstolót bemutatni, és meg lehet kóstolni Sopron legjobb borait, hiszen lenkék is borkereskedők voltak annó. Az udvaron lesz egy büfékocsi, ahol még akinek sör üdítőre van szükség, azt is el tudja fogyasztani, és hát benne az étteremben, étterem mögötti helyiségben egy ilyen állófogadásos, szendvicses, a vendéglátósok által feladatott szendvicsek, illetve sütemények, amit a soproni cukrászok ajánlottak fel. Azokból lehet fogyasztani. És ha már sütemény, én azt már megtudtam, hogy ezek nem akármilyen sütemények lesznek. Igen, ott is próbáltuk a boldog békeidők hangulatát visszadni. Kétféle sütemény lesz. Az egyik a Kugler, azt nem tudom, mennyien tudják, hogy az a Minyonnak a régi neve. Kugler egy soproni cukrász volt, aki 1700-as évek elején Sopronban nyitott boltot, és a fia is itt született, aki fölkerült Pestre. Pesten nyitott egy cukrászdát, és lehívott egy nagyon híres francia cukrászt, úgy hívják, hogy Zserbó. És a Zserbó hozta be Magyarországra igazán a Kuglert. József Attila után tudjuk szabadon, hogy ha majd gazdag lesz, akkor 5 forintért tud Kuglert tenni, illetve tehát Kugler, Minyon és Zserbó lesz a kínálat, és a soproni cukrászok saját maguk ötleteiben, saját maguk ízvilágában fogják ezt a két süteményt alkotni, és lehet kóstolni. Hát, tehát ők belevisznek valami kis csavart abba, hogy ne csak úgymond a hagyományos sütemény kerüljön a tárcára. Ezt bízzuk az ő szakmájukra. Igen, és ha már itt tartunk, akkor nagyon fontos az is, hogy akik eljönnek, ugye ők vásárolnak egy támogatói jegyet. Valóban. Ez 9500 forint, ezért kapják a pezsgős fogadást, a szendvicseket, kapják a borkóstolót, a kuglert és a zserbót, illetve egy sör és üdítő van ebbe bent, ebben az árban, és hát a fönnmaradó összeggel pedig tudjuk támogatni a Lions Clubnak az éves programját, a fogyatékkal élőket, a vakok és gyengéllátókat, a tómalműtűiskolát, a Tóth Antal iskolát, hogy az éves programunkból, akik nagyon rá vannak szorulva a pandémia miatt, nem maradjanak ki, tehát aki eljön, megveszi ezt a támogatójegyet, 3 helyen tudja megvenni, illetve 4 helyen, a Hoffert cukrászdában, a Fahér Rózsa vendéglőben, a Pócsi utcában, a Nana kávézóban, a Lővérkörúton, és ha még marad jegy, akkor a helyszínen. Mivel limitált a pandémia miatt is, meg a múzeum miatt is limitált a befogadó képessége a múzeumnak, illetve a rendezvénynek, arra kérünk mindenkit, hogy minél hamarabb gondoskodjon arról, hogyha nem akar lemaradni erről a fantasztikus rendezvényről. Hogy áll most egyébként a Lions Club, hogy telt az utóbbi jó néhány hónap, és mik a tervek még emellett a nagyszerű rendezvény mellett? Hát nagyon nehéz, mint mindenkinek borzasztó nehéz év volt ez a másfél év. Úgy egy jótékonysági szervezetet működtetni, hogy online-on találkozunk, online rendszerben, nagyon nehéz volt összetartani, de a tagságnak a lelkesedés az töretlen volt, addig is dolgoztunk. Sikerült jelentős bevételt szereznünk tavaly a virtuális bálunkból, aminek a köszönet a tévének is, hogy segítséget nyújtott, hogy ebben részt vettek az ország sok hely, sok településre, és támogatták a klubunkat. Azért volt egy kismértékben borvásárunk is, reméljük, hogy idén még több lesz. Hát azok a hagyományos koncertszervezések elmaradtak. A tagság most kezd éledni, ma már tegnapi nap már találkoztunk újra személyesen is, Igaz, hogy kint a teraszon, de nagyon sokan eljöttek, és nagyon köszönöm a taptársaknak, hogy nagyon mellette álltak ennek a rendezvénynek, ők maguk is jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a vendéglők, cukrászdák, borászok felajánlásai elkerüljenek hozzánk, illetve a jegyértékesítésben is jelentősen kivették részüket. Úgyhogy újra éled a Lions, ami nem is pihent sokat, csak egy kicsit szundikált, mint ahogy minden az országban. Akkor még egyszer fussunk át azon, hogy mikor és hol várja majd a Lions korzó a vendégeket. Tehát a gyönyörű Lenkvillában, július 3-án szombaton, 18 órától kapunyítással, de lehet jönni később is, mert ez egy ilyen korzó sétálós dolog. Körülbelül 23 óra 30-ig tervezzük ezt a rendezvényt, jöjjenek el, nagyon nagy élményükből lesz részük. Aki infót szeretne, gondolom akár a közösségi oldalon és a Sopron Lions Club közösségi oldalán is megtalálja ezeket. Valóban a rádió reklámokban, a Facebook oldalon, a TV reklámokban, ezen a műsoron, amit nagyon sokan néznek, remélem megkaphatja az információt, illetve minden Lions tagnál személyesen. Rendben, én sok sikert kívánok ehhez a rendezvényhez, és reméljük még sok-sok ilyen lesz majd Sopronban. És reméljük, hogy mindenki jól érzi magát, és jövőre folytathatjuk, más már a Dán királya. Nagy Tamásnak köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm az érdeklődést. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!